Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog. Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Bakajev Zoltán vagyok, mai vendégünk pedig Christopher Matejszem, befektető, üzletember, a, a, Telekom volt vezére, üdvözöllek a stúdióban. Köszönöm szépen. A Amiért fontosnak tartottam, hogy most téged lássunk vendégül a Dellában, az az, hogy az utóbbi időben fölerősödtek azok a hangok az itt megtelepült külföldi cégek vezetői részéről, elsősorban a németek részéről, de azért hallani Amerikai és más befektetők hangját is, amelyek azt kifogásolják, hogy a korábbi jó partneri üzleti viszony a magyar kormányjal az megváltozott, megromlott, úgy érzékelik, hogy a magyar kormány megpróbál betüremkedni olyan piacokra is, uh -huh. akár közvetlenül, akár a kormányhoz közel álló befektetőkön, vállalkozókon keresztül, amelyek eddig szintisztán piaci alapon működtek, és piaci szereplők vettek ezen a marketing, vagy marketen részt. Neked elég komoly tapasztalatod van, és elég, feltételezem elég széles, netförköd, ismeretségi hálód uh -huh. a, a hazai befektetői körben. Hogy látod ezt a, ezt a, ezt a helyzetet? A személyes tapasztalataid, beszélgetéseid visszaigazolják-e ezeket az aggodalmakat, amikről egyébként a német sajtó, mondjuk a Spiegel egy hosszú cikkben is beszámolt. Uh -huh. Uh, főleg saját tapasztalatomból tudom uh, uh, bármit mondani ebből a témából. Um, amit tapasztaltam főleg Telekomnál az, hogy uh, um, akkor mi tapasztalatunk az, az volt, hogy észrevettük, uh, uh, hogy uh, a magyar kormány uh, kezdve 2010-ben Uh, van egy industrial policy, uh, úgy lehet hívni, és uh, ebből nem nagyon, uh, nem nagyon különbözik más országok industrial policy uh, járól uh, uh, ha, ha visszanézzük... Más... Iparpolitikára. Iparpolitika, de az, az egy, az egy kicsit Dani, igen, igen. angol kifejezés, hogy industrial policy. Mit jelent? Az, hogy egy, egy ország nyomja a saját vállalatai, és, és képviseli a saját vállalatainak az érdekeit. Um, és ha így veszük, akkor azt tapasztaltuk, hogy, hogy kezdődik formálódni egy, egyfajta industrial policy Magyarországon. Már 2010-től. 2010-től. Ke abszolút. 2010-től. És um, annak az írén ha, hallottuk, Uh, akkor annak az idén volt egy, egy fő téma, a válság. És uh, 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 a magyar állam kellett intézkedni, hogy megoldjuk ez adóság problémát. Akkor, akkor mit csinált egy rengeteg special tax, akkor ez, azt mi is uh, azt tapasztaltuk. De azt is hallottuk annak az idén, hogy van egy pár szektor, a gazdaságba, ami stratégiai fontosságú. és annak az idén négy szektorról volt, volt szó, ha, ha nevezem őket, akkor kiskereskedelem, energia, banking, vagy pénzügy. Bankrendszer, igen. Bankrendszer, és telekommunikáció. Beleértve az IT is. Akkor, akkor az, az volt a négy terület, és saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy ez egy komoly szándék akkor uh, uh, annak az idén, uh, Az mit jelent, hogy a saját bőrötökönt well, kap? Uh, konkrét telekommunikációban egy mm -hmm. special tax volt, mm -hmm. és még mindig, még mindig mm -hmm. létezik, még mindig van. De akkor itt még nem ajánlatról beszélünk, csak arról, hogy mondjuk külön adókkal uh, extra terheket tettek rá a szektor. Igen, igen. De. Azt is tapasztaltuk, hogy uh, akkor mi, mivel stratégiai uh, fontosságú ez a négy szektor, akkor az nem, az nem titok, az abszolút publikus volt, hogy, uh, hogy szándékba áll uh, szerezni magyar vállalatoknak egy 50%-os vagy egy legalább egy, 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 egy mérvadó uh, részesedést bizonyos piacokon, telekommunikációban uh, is. A bankrendszerben és az energiaszektorban uh, abszolút láttuk, hogy, uh, hogy, hogy, ez a szándék az, az beállt, uh, és sikerült is. Uh, amit mi tapasztaltuk távközlésben, az, hogy uh, uh, nem volt olyan könnyű uh, ezt csinálni, uh, ez egy, uh, ez egy nagy falat. Uh, és azt is, azt is láttuk, hogy, hogy akkor egy külön adó, akkor, akkor elfelejtettem a, a frázisokat, amit mm -hmm. hallott, hallottuk annak az ilén de egy, egy fair fair balance, egy teherosztásba, akkor teher egy egyensúlyozott teherosztás, mm -hmm. akkor részt vesz, részt vegyük ebben a tehérbírásban. Azt is... Láttuk pedig, hogy um, a, 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 a magyar kormány annak az idén nem rögtön 2010-ben, de 2012-13-ban um, akart be, beleszállni ebben az üzletágban. Um, és az volt a, a híresztelés annak az idén, egy, egy jó sok ideig, hogy egy negyedik mobilszolgáltatót akartak mm. saját maguk alapítani, és így versenyezni a többi kereskedelmi szolgáltatóval. Az váratlan volt számunkra, az nem volt a legkelemesebb legkeleme, érzés, hogy az állam maga, akar versenyezni velünk. Az az állam, aki szabályoz minket, aki adóztat minket, akar versenyezni a, 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 a piacon velünk. Próbáltam annak az irén, és most is, hát perspektívába tartani ezt. Mert ha összehasonlítjuk ilyen, ilyen szándékokat, ilyen, ilyen axiókat, azzal, hogy nem tudom, a második világháború után, ha összehasonlítjuk egy, egy, ilyen, egy ilyen szituációt, azzal, hogy például nem tudom, Franciaországban mi történt. Nagyon nagy államosítások voltak annak az idén, hogy támogassák a hazai ipart. Ez még nem egy államosítás. Ez, 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 ez több, mint szabad verseny, de ez még nem egy államosítás. Akkor az a kombináció. Hát hogy kevesebb, mint egy szabad verseny, úgy érted, nem? Hát igen. Így tapasztaltuk, így, így láttuk, az volt a percepciónk. Um, akkor nem volt egy könnyű időszak. Um, egy idő után uh, legalább annak az énén feladták uh, a koncepciót, hogy, hogy alapítsak egy, egy varanat, új mobilszolgáltatót a többiek uh, ellen. Um, de most látjuk, hogy, uh, hogy, hogy ez a vízió az nem az lehet, hogy egy fiópa volt egy pár évig, de kivették a fiókból, és és az, az, az abszolút tiszta, hogy az a szándéka a Vodafone-vételre. Te időszakod alatt a Telekom kapott konkrét ajánlatot a magyar államtól? Én nem, és nem én lennék az, aki, aki kapna egy ilyen uh -huh. ajánlatot. Akkor az az igazság, hogy nem tudom. Uh, uh, ha valaki kapna egy ilyen ajánlatot, az, akkor az, a, az, a, az a fő tulajdonos, és nem biztos, hogy, hogy velem osztana ilyen információt, uh -huh. ha igen. Az az időszak, amiről most beszéltél, a 2010-es évek eleje, uh -huh. az abból a szempontból azért más volt, mint a mostani. Valóban az Orbán kormány már akkor deklarálta, hogy van négy kulcsfontosságú ágazat, yeah. uh -huh. ahol arra törekszik, szükségesnek, kívánatosnak tartja, hogy az állam uh -huh. befolyása az yep. elérje, vagy meghaladja az 50 százalékot. Uh -huh. És a, az a négy ágazat, amelyeket említettél, az valóban a mai napig egyébként stratégiai célkitűzés a kormány számára. Való ez már teljesült, például a kiskereskedelemben még nem. De szerintem annyiban más a mostani helyzet, hogy a, a, ez a fajta állami törekvés, ez más ágazatokban is megjelent. Például építőipar, uh -huh. alapanyag, előállítók, beszállítók, cementipar például, ahol Egy szintén német cégek uh -huh. súlya meghatározó, és ugye most már ezeket is kerülgeti a kormány, és annak különböző leágazásai. Tehát úgy néz ki, hogy ez a dolog, ez szintet lépett, és nem, erre a, nem csak erre a négy stratégiai területre korlátozódik a kormány érdeklődése, hanem lő mindenre lényegében, amire lőni tud, hogy ez a fajta, és szerintem igazából lezakasztotta ki uh -huh. a német vállalatokat, hogy, hogy volt egy hallgatólagos megállapodás a magyar kormányon, hogy bizonyos üzletekben részt akar venni, cserébe másokat meg békén hagy, és akkor a német tulajdonosok, vagy az amerikaiak nyugodtan tudnak üzletelni, de hogy mintha ez a, a státusz quo, kezdene fölborulni, és most már a kormány uh -huh. minden területen meg akar jelenni. Tehát Innen, no. ebből a folyamatból te érzékelsz, látsz-e valamit, és vannak-e visszacsatolások? Na, no, akkor azért kezdtem a saját tapasztalatommal, mert ilyenekről sajnos nem tudok, nem tudok többet adni a publikus diszkuszióba, mert én sem tudok túl sokat erről. Egy dolgot tudok, talán hozzáfűzni itt, az, hogy annak az idén, amikor különadó és negyedik mobil szolgáltató és ilyesmi, akkor a, 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 a szolgáltatók távközlésben kezdtek, hát, hát nem voltak boldog, mi, mi sem voltunk ezzel, és az kezdtük, vagy mindenki próbált használni azokat a, gazdasági kapcsolatok, ami voltak. Például a német magyar üzleti kamera, vagy más fórumokon próbáltuk mondani a, a mondani valónkat. És annak az élén észrevettük, hogy nehéz csinálni egy, egy, nem, nem, nem tudom, egy, egy, nemzetközi dolgot ebből, mert nem egységes a támogatás vagy, vagy a támorás ilyen szektorokba, mert a német, a német érdekettség, ha, 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 lehet arról beszélni, hogy mi az a német érdek, biztos minden országhoz tartozik, hogy védje a saját érdekeit egy, egy adott országba, és uh, voltak uh, olyanok, mint mi, vagy az RVE, vagy az Elmű, vagy E.ON, uh, de voltak olyanok, mint az Audi, és, uh, és a Daimler, és a VW, és most a BMW. Annak az érén nem volt, de egy, az, az nem volt egy érdek, egyeség uh, az autószektor és a többiek között. Uh -huh. És a, a német uh, voltak, voltak korlátok, a, ami, ami, ami mi, mi, volt hajlandó, mi, mi akart, mi, mi tudunk mi látni, hogy, hogy, mit akart képviselni a német kormány. A német kormány biztos a fő érdeke annak az idén az, hogy támogassat a saját, saját autóipart. És az sokkal fontosabb, mint, mint bármilyen más. <kül> Akkor ha akartuk képviselni egy egységes német álláspontot, nem volt, nem létezett. És a mai nap. Az, az autógyártókkal nem sikerült konszenzusos mm. álláspontra jutni, hogy hogyan kéne mondjuk a magyar kormányjal szemben tárgyaló pozíciót fölvenni? Fundamentálisak, alapvetően más az érdeke az autóiparnak, mint minden más német iparágnak annak az idén. Az, hogy távközlésben, vagy energia, vagy, vagy a bankszektorba, azok nem voltak annyira fontosak a német kormánynak otthon, Németországban. És miért az autóipar a legfontosabb? Well, az autóipar, a gazdasági súlya nyilván jelentős. A gazdasági de a, súlya. De a telekommunikációs szektornak is jelentős, meg az energiaiparnak is jelentős a súlya. Mi is kérdeztük annak az idén, mert hiszen Deutsche Telekom, az 25 os állami kézben van. Hmm. Akkor, ha valami nem jó, a, a, annak a lejár. És mégis kevésbé tette latba a befolyását a német kormány a Telekomnak, mint az autógyárnak. Úgy kellett, kellett észrevennünk, hogy, hogy mégis fontosabb az autóipar, az export szektor Németországban. És gazdasági súly ebben az, ebben az esetben, az, az több, mint gazdasági, ez politikai is akkor egy idő után észrevettük, hogy jó, ha akkor ez, ez, ez nem fog menni. De ez érdekes, amit mondtál, és ezt azért bontsuk ki, hogy milyen politikai súly ad az autóiparnak a német kormány. Tehát miért fontosabb politikailag az autóipar, mint mondjuk az energiaszektor, ami leg, még kritikusabb infrastruktúra, sőt, az, az kritikus infrastruktúra, tehát az éppenséggel feltételezni, hogy politikai, eszközként talán könnyebben hasznosítható. Miért mégis az autóiparnak volt? Well, a olig. nemzetgazdasági stratégiája az exportorientált, mm. és távközlés energia az, az, hazai szolgáltatók, ez nem, nem, az egy szükséges dolog, amit kell, kritikus infrastruktúra, de nem kritikus az országnak, a mm. gazdasági stratégiájának. Akkor az export az a, az a fő és azt döntelmi, gyártás, uh -huh. autógyártás főleg, és, és a viszony a, a, a Magyarországgal, az, és más hasonló országokkal is, az, hogy, hogy hát nincs elég munkaerő teljesíteni ezt a, ezt a demand uh -huh. a keresletet a Németországban maga. Lehet így alapítani egy, egy gyárat itt Magyarországon, és mindenki jól jár, akkor Magyarország egy nagyon fontos lába az export stratégiájának Németországba. Akkor úgy teszem föl a kérdést, hogy a benyomásaid alapján van okuk aggódni az itteni külföldi cégeknek, amiatt, hogy ez a nyomás, ez fokozódik, ja. és fokozódni fog rajtuk, amit a magyar kormány kifejt? Az a probléma itt, hogy a percepció az maga egy probléma. Mert uh, én hallok, és sok mindenki hall ilyen sztorikat, hogy, uh, hogy uh, egy, egy X vállalat kap egy ajánlatot. Egy uh, offer you can't refuse. És, Nem lehet visszautasítani. Uh, és uh, mindegy, szinte mindegy, hogy ez gyakori, vagy endemikus probléma, vagy csak egy pár izolált uh, incidens. Uh, akkor is, ha csak egy pár izolált incidens van, akkor az elég uh, a bizonytalanságra akkor abszolút nem tudok nyilkozni abból, hogy hogy mennyi igazság van ezekben a sztorikban, de ezek a sztorik, az, 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 azok mennek. Az Ennek a menetéről de... esetleg tudsz mondani valamit, anélkül, hogy be kéne azonosítani, hogy melyik cégről van szó? Tehát, hogy kapnak egy telefont, hogy holnap le fogunk ülni veletek tárgyalni, és lesz egy ajánlatunk, amire igent kell, hogy mondjatok? Vagy hogy van ez? Hogy működik ez? Azért csak van valamilyen kultúrája a tárgyalásnak ezen a szinten, feltételezni az ember. Uh, az, az főleg pszichológiai. Uh, mert uh, ha valaki, ha, ha mi voltunk a távközlési piacban, és mi halljuk, hogy az állam fog uh, cselekedni uh, a piacba, akkor félünk valamitől, hogy, hogy akkor biztos el fog menni minden public sector ügyfelünk, és az fog befolyásolni a többi nagyvállalatok percepciójának, és ilyen, ilyen súlya el fog menni ügyfelek. az, az, elég, az állami szereplő elszívja. Igen, az, az elég, hogy az a valaki látja, hogy ú, egy hatalmas ember, egy az állam áll mögötte, uff, lehet elő előtösíteni egy ilyen ajánlatot? Nem biztos. Uh, akkor nem kell, hogy valami explicit uh, fenyegetés uh -huh. vagy konszekvenciát lát, az, az a bizonytalanság maga az okozza a, a, a problémát. És itt arról beszélek, hogy percepció. Mert ez, ahogy már mondtam, szinte mindegy, hogy mennyi igazság vannak ilyen sztorikban. és biztos emberes, biztos túlzák, túlozzák ilyen sztorikat is, de az, hogy létezik a levegőben ilyen sztorik, az, 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 az bizonytalan ad. A, ennek az egész helyzetnek az egyik fontos leágazása, az a korrupciós vonal. Uh -huh. Tehát amikor a, az állam nem feltétlenül akar rátenyerelni egy piacra, de a maga hasznát meg akarja belőle szerezni. Ilyen korrupciós élményeit, akár telekom vezérként, akár később, ugye, utána a Microsofthoz uh -huh. mentél dolgozni, és erről majd külön kérdezni foglak, hogy hogy mi történt, hogy tavaly novemberben végül ez a munkakapcsolat is megszakadt. De hogy neked személyesen volt-e konkrét olyan tapasztalásod élményed, amikor korrupciós ajánlattal találtak meg téged, vagy rajtad keresztül az általad képviselt vállalatot? Válaszom az, hogy nem. Um... Mert nem, nem így működik a rendszer. Mm. Uh, amit, amit tapasztaltuk a saját szektorunkban, az, az, az nem korrupció, az mind legális. Egy külön adó, uh, az, hogy be fog szállni valaki a, a piacunkba, vagy rengeteg más intézkedés, az mind legális, ez nem volt... Uh... És a beszállítók a leglátványosabb és leggyümölcsözőbb terepe a korrupciónak. Uh, az, hogy valaki jön egy nokiás dobozal, az, az nem létezett. Így nem működött. Az, az ilyen, ilyen, nem történik. Az, az volt a mi tapasztalatunk. De azt el tudták érni, hogy valaki vagy valamelyik céget beszállítóként, akár a Telekom, akár a Microsoft fölvegyen a beszálló, beszállítói partneri körébe? Minden döntést, amit mi hoztunk, bármilyen, uh, mi, mindent lehetett csinálni, tisztességesen, compliance módon, kereskedelmi alapúan, de... Tehát üzletileg ez ki volt találva? És körbe volt bástyázva. Nem én. tudom, hogy ki volt találva, de, de üzleti logikával uh, működik minden. Akkor uh, abszolút uh, tisztességesen tudom mondani, hogy soha nem kaptam fenyegetést, soha nem kaptam uh, egy, egy ilyen ajánlatot, nem így működik. Ugye a, a, a felmérések azt mutatják, hogy Magyarország most már talán a legrosszabb pozícióban van a korrupció érzékelése alapján, ezt részben vállalati vezetők érzékelései, benyomásai tapasztalati alapján. Például a Transparency International szokta évente mérni. Uh -huh. Te hogy látod, hogy 2010-es évek elejéhez képest Valóban érdemben romlott Magyarországon a korrupciós helyzet. Nyilván a ismerettségi körödből azért számos ilyen típusú információ is visszaérkezik hozzád. Ami a legfontosabb ebben, az, hogy érdekkoncentráció. Az, az, az abszolút észrevehető. Ami azt jelenti, hogy ha van egy, egy közbeszerzés, akkor Hány, 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 lehetséges jelölt létezik. Uh, és ha annyira koncentrált az a, az a réteg, az a, az a, felhozatal, uh, a, a lehetséges versenyzők ilyen piacba, akkor korrupciónak uh, nézzük, uh, vagy úgy értelmezzük. Ők a helyzetbe hozott versenyzők. Az versenyző. ők a helyzetbe uh, és, versenyző. és, és, és az érdekkoncentráció az, Azért problémában bárhol vagy. A uh, saját szülőországomban uh, eléggé koncentrált minden iparág. Uh, Távközlésben, ha összehasonlítjuk uh, Európai Unióval, Európai Unióval 500 millió ember és uh, 100 különböző vállalat. Amerikában 350 millió három vállalat uh, szolgálja. Akkor nagyon koncentrált, ha, ha ilyen gazdasági és politikai uh, érdek ilyen koncentrációban van, mindegy, hogy, hogy korrupciónak hívjuk vagy nem, az, az maga egy probléma. Na itt jön akkor a képbe a Microsoft, mert az egyik legnagyobb hatású korrupciós ügy az a Magyarországi hmm. Microsofthoz kapcsolódott, kapcsolódott 5-6 évvel ezelőtt. A, te 2019-ben kerültél, ha jól emlékszem, igen. a céghez, és tavaly novemberben a cég adatok szerint befejezted a tevékenységedet. Együtt, júliusban, júliusban, júliusban Júliusban, igen. Novemberi a cégbejegyzés, de akkor igen. már júliusban befejezted. Ez összefüggésben áll-e ezzel a bizonyos korrupciós ügyel, uh -huh. ugye itt a, a szoftver szerződésekkel uh -huh. no, volt, némi, volt némi mókolás, és ez tényleg egy klasszikus ügy Ez tényleg volt. Korrupció volt. Tehát ezzel összefüggésben áll-e az, hogy te elhagytad a Microsoftot. És egyébként a cég az most jelen pillanatban megtisztulva működik a piacon? Vagy, tehát sikerült minden szállat elvarni, ami ez a korrupciós föltelemhez kötötte? Akkor a, a szálvarrás az volt a fő feladatom, az, az volt a küldetésem ott. Um, nem fogok a részletekről beszélni, de ez tényleg egy korrupciós ügyről, és Microsoft maga uh, publikáltuk, publikusan uh, hozzáférhető egy 60 oldalas anyag, ami az együttmény Microsoft és az amerikai hatóságok, a DOJ és az a SEC között. Akkor tényleg történt valami, és tulajdonképpen azért engem kerestek és felvettek a Microsoft 2019-ben, mert nekem volt tapasztalatom ilyen, ilyen ügyekkel, sőt, így így kerültem a vezetőigazgató pozícióba, Magyar Telekomba. Uh -huh. Volt egy vesztegetési ügy, nem Magyarországon, hanem Macedónia és Montenegróba. Nem, kommentálok, nem kommentálok, hogy mi az igazság ebbe, de hasonló eset volt. Telekomnál az volt a feladatom az első három-négy évben, hogy, hogy felállítjuk egy compliance regime, egy compliance környezetet, ahol tisztességes reporting, tisztességes visakerés, beszerzés, akvizíció. sok minden ebben van. Azért vettek föl a Microsoftnál, mert ilyen tapasztalatom volt. Akkor nem volt az én feladatom a Microsoftnál, hogy, hogy nyomozok, vagy, vagy foglalkozom az ügyel maga, az, az már be volt zárva, Mielőtt én jöttem a cégbe, az az én feladatom, hogy betartjuk ezt az egyezményt. Uh, Microsoft egy három éves uh, non-prosecution agreement, magyarul még mai napig nem tudom ezt mondani, de három évig kellett uh, tisztába tartani uh, a vállalatot, uh, és 100%-120% biztonságba üzemeltetni tisztességesen ezt a vállalat. Azért engem felvettek. Sokkal kisebb vállalat, a Microsoft, mint Magyarországon, mint a Telekom. Azért érdekelt engem, mert közben nagyon sokat tanultam az AI és felhőtechnológiáról. Ez a mesterséges intelligen. intelligenciáról? Mesterséges De Azért engem kerestek meg uh, Microsoftnál. Az azt jelenti, akkor most a Microsoft magyarországi képviselete tisztára van mosva, nem folynak ellene további. Az, 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 nem a, a folynak ellene, e, e, akkor vizsgáltok, amik indultak, azokat lezárták, e, az amerikai hatóságok. Eléggé alapos e, uh, rizím, vagy, uh, compliance regime, eh, vagy compliance politika van ott. Uh, Minden személy elhagyta a céget, aki bármilyen módon érintett volt ebben a korrupciós ügyben. Amikor elmentem a cégtől júliusba, akkor tanúsítanom kell, és tan nagy, jó szívvel tudtam tanúsítani, hogy ez, ez, ez nagyon compliant, nagyon tisztességesen Szóba hoztad az. AI a mesterséges uh -huh. intelligenciát, erről is szeretnének majd kérdezni. De előtte még egy fontos kérdés lenne, amit, amit körbe kéne járnunk, hogy még maradva német-magyar politikai és gazdasági uh -huh. kapcsolatoknál. Ugye az elég világos volt, hogy amíg Angela Merkel volt a kancellár, addig volt egyfajta deal. A magyar és a német kormány között. Ezt egyébként nagyjából elemeztük is az elmúlt percekben, hogy a német ipar egyfajta támogatást élvez Magyarországon az nem, autó. Nem csak Magyarországon. Az autó... De most a német magyar kapcsolatokról mm. beszélek, tehát kiemelten az autóipar, de más szektorokban is. A minimum a jó viszony fenntartása az garantált mm -hmm. volt. Azzal, hogy Olaf Scholz, lett a kancellár. Ez változott-e, változik-e, és mondjuk erre is visszavezethető-e az, hogy a német cégek most hirtelen, nem annyira hirtelen, de mondjuk elkezdtek hangot adni az elégedetlenségüknek? Tisztességes vagy. Uh, 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 my honest answer, nem tudom. Uh, nem tudom, hogy mi, változ, mi változhatott volna uh, uh, Olaf Scholz uh, uh, uh le. Uh, inkább lehet, hogy, hogy olyan érzések, ami, 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 amikről hallunk most, az uh, csak uh, signif, uh, uh, az egy jele annak, hogy a stratégiai szektorok egy kicsit megváltoztak most. Mert nagyon sok évig volt az a négy szektor, amiről beszélek, amit én tapasztaltam, és lehet, hogy kicsit változott ez a, ez a szektorális stratégia, és így érződik a, a, a piacon. A, ugye abban is érezni a változást? Ami, ami, amivel azt akartam mondani, hogy lehet, hogy ez nem csak egy német-magyar dolog, hanem a német vállalatok és a német Mittelstand cégek, amik itt vannak, nagyobb számban vannak itt, mint, mint más országoké. Tehát Akkor... igen. A az is ö, kiderült ugye a Merkel érában, vagy arról is voltak erős visszajelzések, hogy cserébe ezért az erős gazdasági ö, kooperációért az Unióban a magyar kormány nem direktben, hanem inkább indirektben, de azért élvezi Németország különböző szintű politikai támogatását különböző ügyekben. Itt most látjuk az egyértelmű hangsúly az új ö, német kormány ideje alatt, hogy ennek akkor lehet majd lecsapódása a hazai gazdasági viszonyokra is, német-magyar viszonylatban? Vagy túl kérdezlek? Szerintem ebben a kérdésben Nincs elég információm, nem, mm. nem tudom hozzáfűzni uh, uh, valamit itt érdemlegesen. Elmítetted azt is, hogy mesterséges intelligenciával is no, uh, ezt... közel kerültél hozzá. Ja, igen, már tudok. Microsoftos évek alatt te alapvetően a tudási iparból érkezel. Mm -hmm. Miközben Magyarországon most azt látjuk, hogy egy erőteljes újraiparosítás zajlik, például az akkumulátorgyárak uh -huh. hozatalával. Tehát még mindig a, a, a kétkezi összeszerelő munka irányába tolódik el a gazdasági mix meghatározó része, és talán a kelleténél, nem is talán, a kerleténél kevesebb vagy kisebb hangsúlyt kap a tudás alapú ipar. Te hogy látod ezt a folyamatot, és ezt az irányt, ezt hogyan értékeled kellene módosítani ezen a magyar kormánynak? Jó. Um, ezt tényleg észre mert um, Microsoft, különösen a Microsoftnál, már három évig voltam ott, kicsit több, um, és észrevettem, hogy uh, hogy áll Magyarország, uh, Csehország, Lengyelország, Szlovákiával, Romániával szemben um, innovációba és uh, különböző, különösen az IT uh, uh, technológia használatával és innováció. Um, ha összehasonlítjuk, nem tudom, a startupok uh, számát Magyarországon, a többi országhoz képest, akkor per koponya sokkal kevesebb uh, van Magyarországon. Van kis Estónia, amiben van tíz ezer startup, itt egy pár száz. Um, Észrevettük uh, ezt saját bőrünkön, majd Microsoftban, mert um, a felhő használat itt uh, Magyarországon sokkal kevesebb, mint, uh, mint más országoké. Okay. Mert, uh, lehet, hogy meglepőd, de Microsoft uh, nem csak azzal foglalkozik, hogy uh, Excel, Word, Windows és, és ilyesmi, a fő profilja most az, az felhő technológia. Miért? Mert a felhőben fog történni minden, ami érdekes a világon. Különböző, különösen az AI és intelligencia. Az, hogy egy Chat GPT uh, tud, ilyen csodálatos vagy, vagy jó csodálatos, vagy rossz csodálatos, de az, hogy tud ilyen csónákat uh, produkálni, az azért van, mert használja minden adat, ami benne van a felhőben. És, uh, egy terabyte, petabyte, egy, egy óriási mennyiség adathoz tud, tud uh, hozzá, uh, hozzáférni és ami amit produkál. Az a fő stratégia a Microsoft. -nak, és eleg a reklám a Microsoftnak, uh, de az a fő, fő profilja. És egy jó indikátor, hogy, uh, hogy milyen haladott uh, technológiába egy ország, az felhőhasználat. Sokkal kevesebb ma 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 Magyarországon, uh, mint, mint a környező országokban. Uh, lehet a Microsoft-é, vagy az AWS-é, vagy minden minden Google-é, uh, mindegy, hogy kinek a felhőhasználatról uh, van, van szó. Úgy vettünk észre, hogy a legjobb ügyfeleink, az nem kifejezetten a, a, a mol vagy az OTP a, a nagy vállalatok, hanem a, azok a cégek, amik kisebbnek uh, kezdődnek, és aztán nőnek. Uh, akkor van egy pár, volt egy pár ügyfelek, mint a uh, Me in uh, egy uh, remote uh, ügyfélszolgálatos uh, uh, szolgáltatás, vagy trezorite, egy cyber, cyber security cég. Um, és azok um, nagyon nagy szerepet játszott a, a mi profilunkba, a, a Microsoft Magyarországon, uh, de idő után mindegyik elmegy Magyarországról, vagy Németországba, vagy Amerikába, vagy, vagy Britániába. Az benne van mindenkinek az ütleti, üzleti tervében, hogy oké, okay, x évig csináljuk ezt Magyarországon, és elmegyünk. Hogy van ez mondjuk Észtország esetében ezt a példát említetted? Az Észt startup ökoszisztéma az jobban illeszkedik az észt gazdasági modellbe, Igen. ezért inkább ott maradnak mondjuk Észtország? Ott sem tökéletes, mert Észtország az is. Hogy ez méretbeli probléma, és egyszerűen automatikus, hogy a nagyobb ha... piacok felé mozdulnak. De hasonlítsuk össze izrael Izrael nincs semmi, többször látogattam cégeket Izraelbe, nincs az a cég Izraelbe, aki az izraeli uh, piacot szolgál. De Izraelből uh, csinálják, mert ott van egy... Ez egy... Végül is a fejlő alapú folytatás bárhonnan lehet. Nyugítani. Ott van a, a talent, ott, van, uh, a, ott vannak az emberek, hm. ott vannak uh, az egyetemi infrastruktúra, ott van uh, az állam. Mind harmóniában uh, dolgoznak, hogy teremtsék egy ilyen ekoszisztémát, ami jó az innováció. Mit kellene tenni a magyar kormánynak, hogy a Hazai startup ökoszisztéma az valóban felvirágozik. Sok mindent próbálják, volt, legalább volt, nem tudom, hogy még mindig van. Van egy, egy AI fórum, egy, van egy pár kezdeményezés, de összességében észre kell venni, hogy hogy jobb más országokkal. Jobb, jobban áll, ez hogy innovatív cégek, innovatív nagy cégek és kis cégek, aki, akinek kell ilyen szolgáltatás, mint felhő és, és, és az AI. Ez vonza uh, digital marketing, vagy uh, adatúrós, uh, az vonza olyan embereket külföldről is, az uh, bátorítja uh, a fiatal embereket egy, egyetemen, hogy, hogy így uh, Oktatás, oktassa magukat, és az, ez az ezzel még, szisztéma... ezzel nem adtunk választ a kérdésre. Igen. Adózási környezet nem megfelelő, a technológiai hmm. háttér nem eléggé fejlett, az üzleti kultúrában keresendő ez a, a problémának a, a, a kulcsa, hogy az nem olyan a magyar üzleti kultúra, hogy... Az, az összetett hmm. uh, probléma vagy kihívás. Nem problémának nevezik, hanem kihívás. Uh, van egy úgynevezett DESI, index, Egy digitális fejlesztési index, egy indikátor. És abban csak egy területen, amikor utoljára néztem, csak egy területen vezetjük, az a konnektivitás. Akkor 4G, 5G, uh -huh. optikai szál, internet konnektivitás, az, az tényleg jó Magyarországon, de a többi terület, kulturális ö, szempontokat is ö, belevéve, az, az, az nem annyira jól áll, mint, mint a környező országokban. Azt kell javítani, ö, hogy egy, egy fenntartató ö, növekedés ö, legyen a jövőben, ö, mert ez az exportorientáltság ö, ö, csak gyártásra ö, koncentrálni, az kezd nem annyira jól működik, ö, működni ö, Németországban sem és a németek már kezdenek egy kicsit rájönni, hogy csak ezek exportorientált, csak autókra, ilyen, ilyen dolgokra, ilyen szektor, szektorokra koncentrálni, az nem a legegészségesebb egyensúly. Akkor egyensúlyozottabb fejlesztési stratégiát kell. Krisztoffel Matejzen, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.